és teljesítik az első gyorsasági szakasz. De természetesen végig követjük a mezőnyt. Megérkezett az Európa bajnok és 7-es rajtszámmal Ifja Vérdi Tibor és Kovács Szabolcs Skoda Fabia R5-össel. Ifja Vérdiék is nagy visszatérők a magyar bajnokság mezőnyébe. Meglátjuk, hogy a nemzetközi tapasztalatot hogyan tudják majd itthon, idehaza az általában azért ismert pályákon kamatoztatni. Ifja Vérdi Tibor és Kovács Szabolcs tehát 7-es rajtszámú autóban kell őket figyelni. Sok sikert!
Thank you.
Milyen volt ez a gyorsaság, jól látjátok? Ifjabb Érdi Tibor és Kovács Szabolcs, akikre Botkáékhoz hasonlóan szintén igaz, hogy a nemzetközi vizek az EB után hazatértek a magyar bajnokságba, és ők azért beneveztek a CESZ-be, ahol a harmadik helyen végeztek, úgyhogy mégsem távoznak elismerés és serleg nélkül. Tehát a CESZ értékelésében Turánék és Bodolaiék mögött harmadik helyen végzett ifjabb Érdi Tibor és Kovács Szabolcs. Thank you.